Sziasztok! Tegnap ugye feltöltöttem egy nagyon személyes videót, ahol elmeséltem nektek, hogy miért is voltam az utolsó másfél évben nem olyan Facebookon, YouTube-on, mint az első másfél évben, mert ugye 3 évet sem a YouTube-ot, és az első másfél évben ugye nagyon aktív voltam, nagyon sokat motiváltam, ez más voltak a videók, több energiám volt, stb. És tegnap elmondtam, hogy miért. Nagyon személyes videó volt. És hát úgy döntöttem tegnap este még, hogy leveszem YouTube-ról a videót, mert aztán hát elég személyes dolgokat mondtam, és nem én miattam, hanem az exem miatt leraktam. Én nem akarom őt egy kellemetlen helyzetbe tenni, mert azért vagyunk be őszintén, olyanokat is elmondtam, ami nyilván hát neki biztos, hogy nem eshet jól. Nyilván ő okozta, de én ezt akkor sem akarom megerősíteni, és újra a sebeket felnyitni, úgymond. Ezért úgy döntöttem, leveszem a videót, és most itt egy-két mondatban, aki nem látta a videót, hogy Krisz, milyen videó, a másfél évemről beszéltem. Utolsó másfél-két évemről beszéltem, amikor voltam egy kapcsolatban, ami nagy próbáltatás volt, egy szóval nagyon sok energiát vett el tőlem. És akkor már nem voltam százszerzalékosan önmagam, vagyis nem tudtam azt nektek átadni, amit az első másfél évben ennyi történt. Ja, még ez sem amúgy, ez egy ilyen rögződés, berögződés. A lényeg az, hogy ez történt. Jó? Szóval mi ebben már nem szeretnék belemenni, mert ez tényleg egy nagyon személyes dolog, és senkit sem akarok megbántani. Oké. Most már megint kezdek felépülni. Sohasem voltam lent. Nyilván. Sohasem voltam lent. Csak éreztétek, hogy nem vagyok az ember, aki voltam. És most megint arra az irányba haladok. És tapasztalunk, gyerekek, tapasztalunk. Pont én mondtam mindig, hogy amit már csináltam, hogy videót is pályáltál, hogy meg kell minden tudatosan éljük mindent, meg a rosszat is. Hát és megértem. És most, hogy ne csak ezért töltsen fel ezt a videót, és hogy mostantól megint mire koncentráljunk? Ezen a csatornán, amiről szólt. Kaja, diéta, edzés és motiváció. Ezért most, ugye megértem nektek, hogy csinálok egy videót, lesz egy vlog a versenyemről. És mivel nem csináltam, és most nem jön kifogások, egyszerűen nem éreztem jól magam, lelkileg, hogy már készen álljak ennyit videózni, hanem ott csak a versenyre koncentráltam, de vannak képek. És most mindjárt jönnek az első képek, és majd a képekre mondok egy-két dolgot, és akkor közben is elmesélem, hogy milyen volt a verseny. Hát is látni fogjátok, hogy milyen emberek ellen versenyeztem. Egyszerűen mondok egy-két pár dolgot, jó? Akkor kezdjük is el, és kezdjük az első képpel a verseny Romániában 2018. október. Hülyeség, szeptember vége volt, 29-e. És go! Na, már itt is vagyunk a versenyen, és ez a verseny előtt volt, benevezés, megmérték a súlyomat, és hogy hány centi vagyok. És ez volt egy pár órával a verseny előtt, ugye több kategória volt, én meg elég későn kezdtem a versenyt. Na és itt van az én kategóriám, a klasszikus testépítés, én voltam a ötödik a jobb oldalról, és most nézzétek meg a srácot, a harmadik a jobb oldalról, ő lett azt hiszem első vagy a második. Ez már testépítés szerintem. Kommentbe, hogy ti mit gondoltok, annyira rossz nem is volt a formám, 18-an voltunk, az első 6-ban nem kerültem be. Én nem voltam annyira szálkás, mint az első 4-5, mert a klasszikus fizik, klasszikus testépítés nem is arról szól elvileg, hanem miről szól? A 70-es évek itt a példakép elvileg, és ott a testépítők nem voltak hatalmasak, mint ma, és nem voltak olyan szálkásak, mint ma. És egy, amit nem értem el, hogy nem voltam teljesen töltve ezáltal, nem voltam maximálisan nagy és kerek, szóval az izomzat laposnak tűnt. Bevallom, ha ezt rendesen csinálom, akkor lehet, hogy az első 6-ban
benne lettem volna, szóval ezt tudom, hogy ezt a részét én szadtam el. De majd kommentbe írjátok be, hogy hogy tartottátok a formámat, és itt a végén látjátok Zsófit, aki nem ismeri, Zsófival együtt versenyeztünk, ő egy kedves vendégem, és barátok is vagyunk, ő a bikiniben lett ötödik. Ötödik, nagyon ügyes volt, neki ez volt az első versenye, és látjátok, nagyon szép volt, és a bikini is nagyon szép volt. Hát ez volt a verseny, írjátok be egy kommentbe, hogy ti hogy látjátok. Jó, újra vissza itt a B4-ből. Láttátok a versenyképeket, remélem, hogy ez így is nektek kicsit megfelelt, elmondtam egy dolgot, láttátok a formámat, és tényleg kommentjátok be, hogy ti mit mondtok. És főleg ez, hogy a klasszik fizik szerintetek, vagyis ugye le van írva, hogy miről szól, de ti a véleményetekre vagyok most kíváncsi. Ilyen szar volt a formám. Jó, ami tény, ha bedurranok rendesen, eszem a szénhidrátot, jóval izmosabbnak és tónusosabbnak nézek ki, ez nem kifogás, ez tény, ezt elszaladtam, de láttátok az egy-két srácot, az már testépítés. Szerintem én véleményem, másoknak is. Jó, írjátok a kommentbe, és remélem, hogy tetszett ez a videó, mostantól megint ilyet fogunk csinálni, edzés, kajatippek, és akkor nő a biceps. Jó. Ja, ezt mindig elfelejtem mondani, de egy éve van ez a funkció, aki követ, ugye van ez a csengő. Egy ilyen csengő van, ha az oldalamra mentek, az a csengő amellett van, ahol feliratkoztatok a gomb mellett, és ott be tudjátok állítani, hogy ha feltöltök egy videót, egyből jelezzek, kaptok üzenetet, vagy néha, szóval mindegy negyedik, ötödik videónál kaptok egy üzenetet, vagy a harmadik opció az, hogy nem kaptok üzenetet. És ha kedvetek van mindegyik videómat megnézni, akkor állítsátok légy szíves úgy át, hogy minden videó után kapjatok egy üzenetet. Mert szerintem nálatok ez nincs mindig így beállítva, mert az automatikus beállítás az, hogy néha. Szóval minden negyedik, ötödik videó után kaptok egy üzit. Légy szíves, állítsátok be, és akkor mostantól, mert jönnek még érdekes videók, nem adatok le. Jó, ennyi volt, és hello!